A Stabó rádió programozása. Először kiolvasás módba hozzuk a rádiót. Rádió oldalán fölülről a kal gombot benyomva bekapcsoljuk a rádiót. Kiírja, hogy Clone Slave. Ezzel a rádió így el van intézve. És akkor a programbot elindítjuk. A programban van egy olyan, hogy HX390 exe. Elindítjuk XP alatt. Akkor a lefelé gombbal a komportot kiválasszuk. Enter, COM1 helyett átütjük COM2-re, nekem ott működik, egyet lejünk az execute feliratra, és egy Enter. Akkor találunk egy olyant, hogy programrádió, readrádió, és egy edit program, ezt a hármat kell. Tehát először most kiolvassuk a rádiót, minden programozást úgy kezdünk, hogy kiolvasunk. Tehát lemegyünk a read rádióra, nyomunk egy Entert, és utána egy Y-t. Ekkor látható a kijelzőn százalékos arányban, hogy kiolvassa a rádió tartalmát. Minden rádióprogramozást kiolvasással kezdünk. Ez elmegy 100%-ig, és utána ki lesz olvasva a rádió. Megvárjuk 60-63 a programozás. 100% most kiolvasta. Közben azt nem mutatjuk, de kikapcsolom a rádiót. Egyelőre kiolvastuk a rádió tartalmat, utána lemegyünk az Edit programra, nyomunk egy Entert. Itt rengeteg mindent be lehet állítani a rádión, de elmegyünk a negyedik oldalra, amit a lapozás lefelé gombbal a laptopon tudunk megoldani. Ez az utolsó oldal, tehát a lapozás lefelé. Itt el tudjuk olvasni, hogy Channel Number, az első memória helyen, vételi adási frekvencia. Akkor lemegyünk a vételi frekvenciára, ütünk rá egy Entert, és akkor alól megjelenik 145-600, ezt átírhatjuk. Átírjuk, és akkor nyomunk rá egy Entert. Ja, bocsánat, nem is Enter kell rá, hanem egy Y. Tehát itt lehet a frekvenciánkat változtatni, lejjebb CTCS-est vagy DCS-t akarunk, CTCS-esnek a kódja mekkora legyen, utána fölmegyünk a memória helyre, ütünk egy Entert, akkor lent megjelenik, hogy egyes memóriahely, jobbra nyíllal a második memóriahelyet kiválasszuk Enter. Akkor a második memóriahelyen levő adási vételi frekvenciát tudjuk változtatni. CTCS-est, ha kell, jobb oldalt pedig a channel tagnál, ott, hogy mit írjon ki a rádió, amikor például a kettes memóriahelyen vagyunk. Én a 145-625-et írtam be, de ide beírhatjuk, hogy Gaia, vagy bármit, vagy Simplex, bármit ide beírhatunk. Megmutatom, hogy átmegyünk a jobbra billentyűvel, lemegyünk a channel tagra, ütünk rá egy Entert, és akkor itt alól megjelenik egy on felirat, itt ütünk egy... egy Entert, és akkor ide már változtathatjuk is a kiírást. Itt én beírom, hogy egy csomó e betűt, és akkor itt már meg is jelenik a kiírás, de ezt vissza alakítom, azt mondja, hogy 145,625 ez volt kiírva, és egy Enter. Ja, maradt egy ebetű, lényegtelen. Amikor ezzel megvagyunk, akkor itt sorba tudunk menni az összes memóriahelyen, tehát Enter, jobbra billentyű, harmadikon vagyunk, Enter, jobbra billentyű, negyediken vagyunk, és így minden memória helyen levő frekvenciát, CTCS-est és a nevet tudunk változtatni. Az Escape gombbal visszamegyünk a főmenüre, most következik a rádió beírása. A rádiót beírás módba következőképpen hozzuk. Funkció gombot nyomva tartjuk, bekapcsoljuk a rádiót, kiírja egy teszt. Utána nyomunk egy funkció, ötös funkció gombot, erre föl kiírja egy teszt, UART. Ezzel beírás módba hozzuk a rádiót, utána visszamegyünk a képernyőre, fölmegyünk, hogy programrádió, nyomunk egy Entert és egy Y-t. Erre a változtatott adatainkat beírja a rádióba. Ezzel is meg kell várni, még végig megy a 100%-ig, rádiót kikapcsoljuk, kihúzzuk a csatlakozót és át van programozva a rádió. Körülbelül ennyi. Hát az összes menüpontot nem tudom elmondani, mert millió funkciót tud a rádió. Hát valahol utána kell olvasni, vagy ki kell kísérletezni. Azt mondja 80%, mindjárt készen vagyunk. Azt mondja, hogy 100% visszaugrott, ennyi. Rádiót kikapcsolom, kihúzom a vezetéket, bekapcsolom a rádiót, akkor a beírt frekvenciáfokon fog működni. Hát ennyi a programozás.